Népi Játszópark köszöntötte a Tamási Művelődési Központba érkezőket, ahol kreatív szórakozási lehetőségek sora várt kicsikre, nagyokra a gyereknap alkalmával. Mi már jó előre, hónapokkal ezelőtt készültünk erre az alkalomra. Persze elsősorban ilyenkor a rendezvények szervezői arra számítanak, hogy jó idő lesz, ez a mai napon nem valósult meg, de természetesen nem estünk kétségbe, hiszen megvolt arra is a forgatókönyvünk, hogyha így alakul az időjárás. Így aztán a Művelődési Központ összes termében, színháztermében, klubszobáiban, folyosóján, előterében olyan játékokat helyeztünk el, amelyek ebben a kellemetlen időben is érdekesek lehetnek a gyerekek számára. A színpadi programok beköltöztek a színházterembe, ahol is az óvodások, az Aranyerdő óvoda kis óvodásai adtak nagyon szép műsort, őket pedig a Csurgó Zenekar gyermekkoncertje követi a színpadon. Persze a zenés mulatságon kívül a kézügyességüket is próbára tették a legifjabbak. A Művelődési Központ munkatársai előre gondolkodva, pontosan az időjárás kiszámíthatatlanságára gondolva, saját maguk készítettek az elmúlt hetekben számos olyan társasjátékot, amelyeket most megtalálhatnak a gyerekek a Twistertől, a memória játékokig. Olyan nagy földre kiteríthető játékokkal készültünk, amelyet egyesével, kettesével, de akár ötösével, tízesével is lehet játszani. A szülők örülnek a város nyújtotta lehetőségeknek, hogy ezen a napon egy önfelett délelőttöt tölthetnek szemük fényeivel. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan különleges nap számukra, amikor egy picit más környezetbe kerülhetnek, a többiekkel találkozhatnak, hiszen a szociális kapcsolatokat is fontos építeniük, és az egy külön jó dolog, hogy ezt nem csak az óvodai vagy iskolai kereteken belül tudják megtenni, hanem így a város által szervezett rendezvényeken is. Mi nem szoktunk külön ajándékozni ilyen nap alkalmából, esetleg elmegyünk enni egy süteményt, elmegyünk különböző programokra, rendezvényekre, de egy külön ajándékoz majd talán a ballagás alkalmával. Olyan elfoglaltságokat válogattak össze a szervezők, melyek közül mindenki találhatott kedvére valót. Zita ragasztót és ollót ragadott a kezébe. Itt a mai nap folyamán jól érzem magam, hogy lehet kézműveskedni. A délelőtt folyamán jól érezte magát minden gyermek, aki ellátogatott a városi gyereknapra.